Biztos vagyok benne, hogy idehaza is nagyon-nagyon sokan szeretik az Olympic Marseille-t, és nem csak amiatt, hogy milyen klubról van szó, hanem amiatt, amit Franciaországban képvisel. A dél-francia régiót, a hevületet, a közösségi szellemet, az egész városnak a légkörét. És hát persze az egésznek a történelmi útja is nagyon fontos. Az, hogy a 90-es években meghatározták a korszakukat, megnyerték a bajnokok ligáját, és aztán jöttek az olyan korszakos edzők, mint Erik Gerec, vagy Didier Deschamps, akivel megnyerték ugye a bajnokságot. Majd aztán nem sokkal érkezett Marcelo Bielsa, aki igaz csak egy bő egy szezon töltött ott, de az olyan, amit mai, mai, min, mai is emlegetnek. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy most éppen mi miatt érdekes ez az, az Olympic Marseille. Jorge sampaoli ugye a marseille az edzőjéről általában három dolgot szoktak elmondani. Az egyik az az, hogy nagyon szereti a labda birtoklás, mivel Bielsa egyik növendékéről van szó. A meccsein általában nagyon sok gól születik, illetve ebből kifolyólag nagyon bolond mérkőzéseket szoktak lejátszani, ahol azt mondják, hogy az 5-4 az még mindig értékesebb, mint egy olcsó 1-0. Ebből az utolsó kettő tényező az olyan, amit már kezd megcáfolni ez a csapat. Ugyanis a Marseille jelenleg nem szerez túl sok gólt. Jelenleg a francia bajnokságban csak a 9. legjobb gólátlaggal rendelkeznek, és mindezek mellett a 17. helyzet Bordó is több gólt rúg, mint ők. És minden mellett még az XG-jük sem túl magas, tehát minőségi helyzeteket sem tudnak nagyon kialakítani. Ebből kifolyólag aztán a meccséknek az eredménye is inkább ilyen 1-0, vagy 1-1, vagy egy ilyen halvány egy gólos különbséggel szokott zárulni. Viszont ami jellemző Szent és ami az igazi trademarkja neki, az az, hogy ezt a labdabirtoklást ezt szereti dominálni, és szereti kisajátítani. És a Marseille jelenleg az átlagos labdabirtoklási mutatója az 63 Ennél jobb már csak a PSG Franciaországban, minden más csapat az 60 alatt van. Úgyhogy Szampaoli tudja azt, hogy ezáltal tudja kontrollálni a játékot, tudja kontrollálni az ellenfelet, és hát félig meddig a védekezést is megoldja ezáltal. Ugye, ami San Paulira mindig is jellemző volt, az az, hogy egy ilyen 3-1-6-os játékrendszert alakít ki már a legelétől fogva, és amikor megérkezett Márszerbe, akkor ebből indult. De amitől igazán érdekes lett az az, hogy ebben a szezonban ez szépen megváltoztatta, annak függvényében, hogy mivel találkozott a francia bajnokságban. De nézzük meg a nulladik pontot. A kezdő felállása ebben a szezonban az úgy nézett ki, hogy egy 3-2-4-1-es alakzat, amivel elindult, ahol a kapuban itt volt Paul López, ugye nemrég még az AS Romanál volt cserekapus, ő gyakorlatilag Mandanda helyét vette át, aki most jelenleg néppen nincsen túl jó formában. A közép hátvéd az Leonardo Balerdi, aki egyébként jó a kezdet, de aztán összeszedett egy sérülést, és emiatt kiesett a Pixisből, az ő helyét azt most Caleta Csár vette át. Bal oldalon, aki egyébként bal hátvédet is tud játszani, Luan Peres, illetve itt van a jobb oldalon William Sariba, hello arzenálosok rá külön ki fogok térni. Ugye ahhoz, hogy ezt a szélességet be tudja játszani, ahhoz ugye két ilyen szányvédőre, szányvédő posztra van szüksége, erre van gyakorlatilag négy embere. A jobb oldalon ez Csengi Ünder, ugye a török válogatott játékos, illetve Paul Lirola. Gyakorlatilag az ő jobb oldaluk, a, ez az ő felségterületük itt. A bal oldalon ott van Konrad de la Fuente, egy amerikai játékos Barcelona nevelés. Nagyon jól indult, aztán lesérült, és most nem tudom, mikor fog visszajönni. Az ő helyét vette át most Luis Enrique, nem összekeverendő Luis enrique a dupla szűrőt azt jellemzően két olyan hatossal kezdte, akik lélekben hatosak, de akkor a játékvalómannál rendelkeznek, hogy ők aztán gyakorlatilag a teljes középpályát tudják játszani. Ez itt ugye Bubakár Kámára, másik oldalon pedig pub Gay volt. Uh, itt a baloldali félterületben kihagyhatatlan Dimitri Payet. Uh, ő vele szokta váltogatni egyébként ezt a pozíciót egy Gerzson nevű játékos, nem összekeverendő egy magyar újri emberrel, akinek Zoltán a keresztneve. De egyébként pályát az itt is megfordul, de hamis 9-est is játszik, 9-est is játszik, visszamozog, ez neki az ő pozíciója. És aztán itt van ugye ez a másik tízes pozíció, ahol általában vagy Gendúzi, vagy uh, Valentin Rongier szokott játszani. Két olyan játékos, akik kellően mobilak, tehát szeretnek elmozogni, tudják azt, hogy mikor kell területbe futni, mikor kell esetleg lábhoz kérni a labdát. Úgyhogy lényegében ez volt a kiinduló pont. És most nézzük meg azt, hogy labdával mit kezdett el ez a csapat a legelején. Sampaoli ugye úgy kezdte ezt a szezont, hogy maradt ennél a felállásnál, és ugye francia bajnokságban nagyon sok olyan csapat fordul elő, amely alapvetően szeret hátra hátravonulni, és ott egy kicsit ilyen kivárosabb focit játszani. Ezt most ilyen sárgával felrajzoltam egy 4-1-4-1-es csapatot, ez volt például egy saint ellen, de van, amikor mondjuk ilyen 4-4-2 alakzata szemben találták magukat. A lényeg az az, hogy ezt a területi fölényt, ezt már gyakorlatilag tárcán felkínálták San Paulinak. És ebből lett az, hogy ezt a 3-2-4-1-et úgy működtette, hogy viszonylag kényelmesen már ki tudta hozni ezeket a labdákat, és így fel tudtak fejlődni. és aztán ebből ekkor lépett be ez a mechanizmus, ami Paulira annyira jellemző, az az, hogy ugye megmarad az a három belső hátvéd, a két tízes az egészen magas pozíciókat vesz fel, tehát hogy mondjuk itt lekötik ezt a két szélső hátvédet, akik amúgy nagyon kompaktan védekeznek, és aztán kialakul gyakorlatilag így ez a, ez a módozat, ahol azt tudod mondani, hogy oké, okay, itt vannak ezek a szélsők, a szányvédők nagyon szélen, nagyon a szélességet biztosítják, és mindezek mellett még mondjuk az, a dupla szűrőből az egyik nyolcas is feljebb lép, és aztán gyakorlatilag kialakul így ez a 3-1-6-os mintázat. Ez trademark számú, És nagyon jól is tudtak ezzel munkálkodni egészen addig, amíg az ellenfél mondjuk olyan játékosokkal volt tele, ahol nagyon gyors kontrákat tudtak elindítani. Tehát ennek a veszélye meg az volt, hogy onnantól kezdve, hogyha kioszták ezeket és megjátszották, de történt itt egy labdaszerzés, vagy egy labdavesztés, az ellenfél fordult, akkor hirtelen, majdhogy nem létszámegyelőségben találták magukat. Ergo San felismerte azt, hogy túlságosan sebezhetővé válik, hogyha ennyire bevállalós focit játszik. Úgyhogy ebből lett az, hogy az egyik ilyen lépcső az ő fejlődésének az lett, hogy úgy döntött, hogy mindig biztosítani fog itt egy dupla szűrőt, tehát itt a középen mindig lép, vissza fog lépni két ember. Igen de ez addig működött, amíg olyan csapatokkal találta szemben magát, akik nagyon szeretnek sündisznózni. De aztán ekkor jött ugye októberben a Lance elleni mérkőzés, ahol a lansz nagyjából az alábbi tervet eszközölte ki. Három támadót ráállítottak a három belső hátvédre, ugye a szányvédők, a szányvédőkkel játszanak, tehát ők lekötötték a szányvédőket, itt pedig volt egy középályás dupla szűrő, miközben a három támadóra ugyanúgy megvolt a létszám három védőt ráállítottak. Mi történt a lansz? Nem azt csinálta, hogy visszazárt, és nem kivárt, hanem már az elejétől kezdve nyomást gyakorolt. És ugye Területileg is nagyon optimálisan tudták szétoszlatni, ugyanis, hogyha kihozták ezt a labdát, akkor egy ember már volt, aki kilépett rá, le tudta zárni ezt a passávot, a dupla szűrő pedig mindig úgy tolódott, hogy ahol a, labdás, a labda irányult, mindig arra felé koncentrálták a játékot, és mindezek mellett, ugye, hogyha mondjuk valaki elkezdett visszalépni a támadók közül, akkor azt a védő lekövette, és ugyanúgy el tudták folytani ezt csirájában. A Marseille semmit nem tudott ezzel kezdeni, ebből lett az, hogy kezdve mindig visszafordultak, visszafele próbáltak megjátszani ezeket a labdákat. Dallas ugye nyomást helyezett, és nem engedte, tehát nem az volt, hogy visszazát, hanem nem engedte őket uh, a területből, és ebből lett az, hogy egy ilyen kockázatos passz révén lefülelték az egyik labdát, és ebből született a gól. Ez egy olyan vereség, azt a vereség lett belőle, de ez egy olyan vereség volt a San ahol muszáj volt neki valamit kitalálni arra, hogy a labda kihozatalait is biztonságosan tudja ki anélkül, hogy túlságosan nagy kockázatot vállalna, és egy ilyen bukóba szaladjon bele, mint a lanszellem. Mutatom is, hogy mi lett ez után. Erre a problémára Számpa a következőt találta ki, átállt négy védőzni. Amivel ugye azt érte el, hogy a két belső hátvédjét, ugye Kalátacsárt vagy Szaribát szépen kinyújtotta itt ezekbe, és megkérte az, a kapusát, ugye a Paolo Lópezt, hogy ő is lépjen be a támadásba, és innentől kezdve gyakorlatilag bármilyen kivazatali formában megvolt neki az, hogy hatan voltak, ugye egy, kettő, három, négy, öt, hat, és teljesen mindegy volt, hogy az ellenfél három emberrel jön ki, vagy esetleg még fel tud esetleg egy negyediket bárhogyan ki tudják ezt passzolni ekkora létszámfölényben. És ugye ekkor történt az, hogy életbe lépett ez a mechanizmus, hogyha itt belül fogták le, akkor be tudta játszani ide akár a szélső hátvédnek, vagy hogyha mondjuk a szélső hátvédeket akarták szélességbe lefogni, akkor meg a belső hátvéd tudta ezt jobban kihozni. Igen, nem, és onnantól kezdve, hogyha ki tudták ezt hozni, akkor az történt, hogy Rongier, aki ugye alapból egy középpályás, és őt tette be ide jobb hátvéd pozícióba, hogyha ki tudott jönni a labda, akkor Rongier szépen belépett ide a középpályára, és Kamara ide kihúzódott a baloldali félterületbe, így megint ki tudott alakulni a duplaszűrő, szűrő és aztán ki tudta hozni ugye a labdákat a Marseille. Ez most jelenleg erre a Marseille-re ez, ez a jellemző. Tehát négy védővel indulnak ki, Ronzsibe húzódik ide a középpályára, és aztán, hogy mivel teremtenek veszélyt, ez megint egy más tészta. Ugyanis jellemzően ezek a mintázatok szoktak kialakulni, hogy mondjuk itt van a csatárposzton Arkadius Milik, aki ugye most ért vissza a sérülésből, és ugye, ugye olyan típusú csatár, aki szeret visszafelé mozogni és elkérni ezeket a labdákat, nem feltétlenül ezeket a területeket futja be, ahol veszélyt tud teremteni mondjuk a 16-oson belül. Tehát Milikkel mondjuk, hogyha innen érkezik a bal hátvéd felől, akkor Miliket megjátszák, és aztán megpróbálnak valamilyen harmadik emberes kombinációt kitalálni. De a gond ott van, hogy aki Milik mellett szokott a leggyakrabban előfordulni, az mondjuk Payet. És hogyha Payet ide visszajön, akkor ha megkapja mindig is a labdát, meg pályát is a labdát, akkor az történik, hogy megjátszák egymásnak, túlságosan láb lábhozadják egymásnak, tehát a támadásnak a szövése pont sem nem halad előre. Úgyhogy megvan ez a fajta veszély most a játékukban, hogy amikor ők ketten játszanak együtt, akkor egy kicsit kioltják egymást, mert túlságosan is hasonlít az ő játékuk. Ha adott esetben mondjuk mindig fönt marad, és pályát az, aki mondjuk ide visszalép ebbe a baloldali félterületbe, akkor általában ugye a szélső itt az leköti ugye az egyik szélső hátvédet, tehát ő szépen elhúzza itt emellett, és hogyha megkapja a pályát, akkor ugye tud választani, hogy fordul, megindul, és hogyha mondjuk Milik tesz egy ilyen befutást, vagy egy ilyen beindulást, akkor el tudja takarítani egy kicsit az utat, és pályát meg ugye szereti, hogy a jobb lábával befelé törve akár egy passzra, vagy akár egy lövésre tud vállalkozni. Ugye ami még ilyen jellemző veszélykeltési mód, az az, hogy, hogy mondjuk itt a túloldalon egy ilyen forgatást próbálnak meg, tehát adott esetben mondjuk itt van, uh, itt van Csengiz Ünder, és mondjuk itt van Genduzi, és ugye azt szokták csinálni, hogy ha mondjuk itt hozzák ki a labdát, akkor ha jön egy keresztlabda, akkor Genduzi az, aki ide szépen beindul a területbe, elhúzza az egyik védőt, és onnantól kezdve egy, ilyen egy az egyenlegi szituációt tudnak kialakítani Ünder és a védője között, és hogyha mondjuk a védő egy kicsit túlságosan elalszik, akkor Ünder be tud ide futni, beérkezik ide a területbe, Ünder pedig el tudja dönteni, hogy bejátsz ide középre, vagy egy ilyen visszatett labdával esetleg egy, egy érkező embert játszik meg. Ennek egy ilyen fordított esete az az, amikor mondjuk Genduzit kérik meg, hogy ő kérje a labdát, tehát mondjuk Ünder egy kicsit közelebb helyezkedik a szélső hátvédhez, elindul befelé, és ezzel egy kicsit döntésre kényszeríti ezt a két hátvédet, ugyanis neki kiesik a látómezőjéből, ez a hátvéd viszont látja, hogy mi történik, ez mondjuk Milik itt adott esetben leköti a harmadik védőt, és Genduzi az, aki mondjuk ide beindul ebbe a félterületbe. Tehát ezeket a beindulásokat szokták néha megjátszani, és ebből lesz az, hogy néha Genduzi találja magát egészen magasan ezekben a pozíciókban. Úgyhogy a Márselynek a játékára nagyjából így ezek a neurologikus pontok, hogy sok olyan játékos van, akik túlságosan is lábhoz kérik a labdát, túlságosan is kiadják egymást, és ebből lesz az, hogy ez a medő, mezőnyfölény, amiből csak ez a labdajáratás tud megmaradni. Ez az, ami azt eredményezi, hogy Pauli szereti a labdabirtoklást, de nem tud elég veszélyt kialakítani, nem tudja eléggé elvinni ezekbe a zónákba a labdát, és emiatt ugye alacsonyabb is az xg -jük. Minden esetre a kontrollt még így is tudják gyakorolni, hiszen ugye kisajátítják a labdát, meg hát megvannak most már nagyjából ezek a módozatok, hogy mi van akkor, amikor labdával hogyan fejlődnek fel egészen a nulladik lépcsőfoktól most nézzük meg, hogy ez a Marseille mit csinál labda nélkül. Ez egy rövidebb blok lesz, mert tulajdonképpen ez előrevetítettem azt, hogy ők főleg a labdatartáson keresztül oldják meg a védekezést, de az, hogy ezt az egyensúlyt megtalálja a Sampaoli, ehhez is kitalált egy mechanizmust. Ugye mutattam azt, hogy milyen az, amikor a Rongier gyakorlatilag a jobb hátvéd pozícióból feljön ide a dupla szűrőbe. Ez történik, vagy ez gyakorlatilag ez fejti vissza akkor, amikor nincsen náluk a labda. És hogyha az ellenfél jön, akkor a következő ilyen mechanizmus lép életbe, ha ők hozzák ki, ide ide lép jobb hátvédnek. A két belső hátvéd, -e Csár meg Sariba elfoglalják itt ezeket a belső pozíciókat. Luan Peres lesz a bal hátvéd. És aztán itt jön be ez a csikicsukizás. Itt van Bubakár Kamara, aki egész egyszerűen visszalép ide a harmadik belső hátvédnek. Ő lesz itt a közép hátvéd. És a, a fellépő két nyolcas, az visszalép. Ők gyakorlatilag egy dupla szűrőt fognak alkotni, miközben ez labdával akár egy ilyen 4-3-3-mal is tud lenni, tehát itt mondjuk egy ilyen középás háromszög kialakul, de onnantól kezdve, ha nincs náluk a labda, akkor ez a háromszög szépen lejön, és kamára az, aki itt teljesen lent lesz. És mivel ugye vannak szányvédői feladatokat ellátó szélsők, Ünder vagy, vagy Erike, Nekik ugye nem kell teljesen visszajönniük ide ezeket a szélső folyósokat lezárni, hanem ők egy kicsit keskenyebben tudnak visszahelyezkedni. És ugye itt van egy közép hátvéd, vagy egy középcsatár, tehát így egy ilyen 5 2 3 alakzat alakul ki, ahol megint megvan az, hogy ki hogyan lép be a játékba, vagy ki hogyan foglalja le ezeket a területeket. Ekkor érkezett ez a revans a Lance ellen, most néhány héttel ezelőtt, ahol Sampaoli nem mutathatta azt, hogy hogyan alkalmazkodott a francia bajnoksághoz. A Lance, ugye mondtam, három védővel szokott játszani, két szányvédő itt volt, három támadójuk ugye lefoglalta itt ezeket a belső területeket, és ugye a két dupla szűrőjük az pedig itt volt. És ugye az történt, hogy amikor a Lance hozta ki a labdát, akkor ugye itt volt egy támadó, választhatott, hogy ő most vagy szemből megpróbálja frontálisan lekapcsolni ezt a támadást, vagy hogyha mondjuk itt a szányvédő visszahúzódott, akkor muszáj volt neki ezt a passávot lezárni, mert itt ugye le volt kötve ez a hátvéd. Mi történt? A Lance még megpróbálta elhúzni itt azzal, hogy Dukuré mondjuk kifutott ide a szélre, és ezzel meg el tudta vinni ugye az egyik emberét, az egyik nyolcast, és hirtelen megnyílt itt egy terület. Itt volt Kakuta, aki megpróbálta ezt a területet bejátszani, és ugye hirtelen megjátszhatóvá vált, és itt jött be Bubakamarának minden zsenialitása, aki amellett, hogy azt mondtam, hogy ugye lélekben egy hatos, de mekkora játékvonó mennel rendelkezik, amikor érkezett ez a labda, a játék olvasata révén le tudta fülelni ezeket a passzokat, a párharcokban kimondottan erős, tehát egy olyan játékosról van szó, aki még biztosan elő fog fordulni még egy magasabban jegyzett bajnokságban. És mindezek mellett az intelligencia azt is lehetővé teszi, hogy amikor megszerezte ezeket, a kontrát is el tudta indítani, nem vitte végig a támadásokat, de mondjuk, hogyha lepasszolja ezeket a labdákat, akkor még annyira proaktívan tud gondolkodni, hogy ha adott esetben történik egy labdavesztés, akkor még a kontrapresszinget is be tudja indítani. Úgyhogy nagyjából ez a mechanizmus alakult ki, itt van egy bubakamera, itt van egy rongyé, mind a kettő egy idő után dupla szűrőben találja magát, de labda nélkül védő védőkévedlenek vissza. Ez nagyjából a mászei labda nélküli mozgása. Érdemes még kiemelni ugye Szaribát. Szaribá egész, egy nagyon jó szezon fut, semmi rendkívüli, de vannak olyan mutatói, amiben kimondottan kimagaslik. Ötödik legjobb abban a teljes francia mezőnyben, hogy progresszív passzokat játszom meg. A nyolcadik legjobb abban, hogy az ellenfél támadó harmadába juttassa el ezeket a labdákat és három mutatóban a legjobb, az egyik az a legtöbb labda érintés, tehát a francia bajnokságban neki van a legtöbb labda érintése, nyilván azért, mert labda biztos, mert neki azt mondják, hogy jó helyen van nálad a labda, tehát neki, neked szívesen passzolunk. A labda biztossága mellett ugye fel is tudja hozni ezeket a labdákat, tehát neki van a legtöbb progresszív labda a bajnokságban, amit nyilván az is megelőlegez, hogy nagyon sok csapat ugye visszahúzódik, tehát terület nyílik meg, amiket ő szépen be tud játszani, és mindezek mellett neki van a legtöbb a megelőlegezett nyomás vagy sikeres nyomásgyakorlása, ahol az van, hogy ha érkezik egy labda, akkor szintén proaktívan le tudja kapcsolni az ellenfelét, el tudja venni, és a párhazba tud jelentkezni. Úgyhogy szál Száliba tényleg egy minden jellemzője megvan ahhoz, hogy egy modernkori klasszis belső védő legyen, nagyon lagabiztos, nagyon jól bánik a labdával, nagyon nyugodt, néha talán túlságosan is nyugodt, tehát vannak néha ilyen flagmapasszai, de hát nem mindig csak 20 éves. Uh, egész egyszerűen érdekes lesz megnézni azt, hogy hogyan fog neki változni a karrieri ilyen szempontból, és az a márszáj neki egy jó terepgyakorlat, hogy lássa azt, hogy milyen az, amikor működik is egy csapatjáték. Ennyi volt az Olympic marseille az elmúlt őszi szezonja. Valószínűleg még fogunk velük találkozni, most harmadikak a bajnokságban, és lehető a bajnokok ligájában visszaköszönnek a következő szezonban. Ha tetszett a videó, akkor hagyjatok nekünk egy kommentet, vagy egy lájkot, legközelebb pedig új videóval jelentkezünk két hét múlva. Addig is, sziasztok!